Kénytelenek voltunk átírni a mai sajtótájékoztató szövegét. Eredeti címnek azt adtuk, hogy mennyit ér egy magyar a vajdaságban. De sajnos azt kell mondjuk ebben a pillanatban az új fejlemények tükrében, hogy azt kell, hogy legyen a címe, hogy virtuális emberkereskedelem van most a vajdaságban. Mint azt önök bizonyára tudják, a VMS aktivistái elkezdték járni a terepet, és adatokat gyűjtöttek. Ebben nekünk igazából nincs is semmilyen kifogásunk, hiszen a személyiséggel kapcsolattartást mindig fontosnak tartottuk a lakossággal. Isten igazából abban van kifogásunk, hogy az aktivisták listákkal a kezükben jelentek meg a terepen, olyan listákkal, ahol pontosan tudták az emberek nevét, ahol tudták a lakcímét, és ahol tudták a személyes számát is. A Pont Most Egyesület belső VMS-es információ alapján állítja, hogy az aktivisták listákkal jelentek meg. Minden adattal. És engedjék meg nekünk, hogy minden megállapítás nélkül, de szeretnénk felhívni arra az egyszerű tényre figyelmet, hogy Bús Otto, a CMH irodák koordinátora, a VMS elnökségi tagja, és egyben a Szabadkai Városi Tanács tagja is. Nem keres fel az összefüggést, mindenesetre érdekes kép kezd kirajzolódni. Ha igaz ez, ami a VMS-es belső informátorunk állít, hogy a listák a CMH irodáktól származnak, akkor azt kérjük a magyar kormánytól, hogy vizsgálja felül a CMH irodákkal való együttműködését. És ami a legsúlyosabb a mai nap folyamán, az pedig az, hogy a tegnapi nap folyamán kaptunk egy olyan levelet, amiben felkínálják egyesületnek és személy szerint nekem egy 170 ezer fős listát, személyes adatokkal, névvel, címmel, személyszámmal és utcanévvel, ami alapján körbe lehetne járni az embereket. Mi ezt a leghatározottabban minden a médián keresztül is visszautasítjuk. Egyszerűen nem kívánunk foglalkozni a dologgal, és nem fogjuk fölvenni nyilvánvaló kapcsolatot azokkal az emberekkel, akik gaztettekhez folyamodtak, és pénzért próbálják meg eladni az emberek jóhiszeműségét, nevezetesen azt, hogy beengedték a lakásaikba, és megosztották személyes adataikat. Felroljuk az aktivistáknak azt, hogy azon túl, hogy a személyes adataikat kérik, mi alapján kérik a kiskorúkra vonatkozó adatokat, illetve az ingatlanok nagyságára és az ingatlanok kvalitásaira szóló adatokat is. Az, hogy e-mailben kaptunk egy levelet, ami alapján megvásárolható egy lista, nevezzük ezt magyar választói névjegyzéknek, vagy választói névjegyzéknek, vagy bármilyen más listának, ami 170 ezer nevet tartalmazhat, amiből mi kaptunk egy példát, ami durván 30 név szerepel ezen a listán, hogy lássuk, hogy mit is az, amit nekünk kínálnak megvételre, a leghatározottabban utasítjuk vissza. Éppen ezért mi rögtön első körben az Ombudsmanhoz fordultunk, és Sábit úrnak is írtunk egy levelet, hogy mondjon véleményt erről a helyzetről, hogy mi történik most a vajdaságban. Úgy gondoljuk, hogy Pásztor István kinyitotta Pandora szelencéjét, amit nem tudjuk, hogy be tudunk-e majd zárni. Mert ténykérdés az, hogy az aktivisták pénzt kapnak egy-egy adatért, egy házhoz való bekopogtatásért, de úgy néz ki, vannak mohóbbak is, akik bizony pénzt szeretnének ebből az egész folyamatból. Mi nem állítjuk azt, hogy a VMS aktivistái ezek az emberek, ezek lehetnek állaktivisták is, ezért nyomatékosan hívjuk fel az emberek figyelmét arra, hogy ne engedjék be az ismeretlen, ne engedjenek be ismeretlen embereket házaikba, és ne adjanak olyan belső információkat, olyan személyes adatokat, amik később a kárukra lehet.